Üdvözlök mindenkit! Borbíroni Darida Hajnalka vagyok, Pirisvörösváron élek, és ezt a szangát, vagy ezt a részt, ezt a meditációs közösséget azért hoztunk létre, mert az egyik barátommal beszélgettünk, aki elmesélte, hogy volt egy nagyon gazdag helyen, ahol mindent, amit lehetett ételbe, italba, szórakozásban meg lehetett kapni, de meditációs lehetőség nem volt. Ez elgondolkodtatott, hogy váron is van egy jó mód, de Pilisvörösváron egy olyan egyszerű zen meditáció, ami a templomban van, nincsen. És felhívtam a Dórit, és következő héten már létrejött a gyakorlat váron csütörtökönként. E, majd a buta szemnyitó szertartása következő héten e, szintén létrejött egy darma beszéddel, és azóta rendszeresen gyakorlunk csütörtökönként, és e, szeretettel várunk mindenkit Pilisvörösváron e, gyakorolni közösen, mert a, a, avval, hogy mi eljövünk, e, avval nem alakítunk ki egy közösséget, avval alakítunk ki egy közösséget, hogy mindenki belerakja azokat a Összetevőket, amit tud a maga kezdetlegességével, vagy később a maga gyakorlatával, egymást tanítva, egy olyan meditációs gyakorlatot, praxis tudunk létrehozni, amivel egymást erősítjük, és sok esetben egymást támaszai vagyunk. Nekem a meditáció évek óta a részem, 14 évesen találkoztam elsőnek a meditációval akkor rájöttem, hogy ha ennyire utálom az édesanyámat, azt meg kellene bocsájtani. Azóta ez gyakorlom. Minden egyes alkalom, amikor egy negatív attitűddel találkozok, akkor próbálok megbocsájtani. Egyszer, amikor valahol olyan voltam, vagy egyszer, amikor valamit elkövettek velem, azt egy magasabb tudatességi szintre hozni, mert hogy az életemet én élek, és tőlem függ, az én tudatomtól, az én minőségemtől függ, hogy milyen életet választok. És vannak olyan esetek, amikor nem tudok választani, mert magam is egy olyan hatása alá kerülök, amikor áramlok, amit szerintem mindenki észrevett már, hogy mintha így az élet elvitte volna valahova, de próbálom mindig megtalálni azt a pillanatot, amikor újra a középpontomba tudok kerülni és újra dönteni. És a meditáció ebben nekem nagyon sokat segít, hogy újra és újra megtapasztaljam azt a menedéket, ahol kapcsolódhatok önmagamhoz, és meg tudom látni azokat a hibákat, amit elkövettem egy nap akár, vagy át tudom gondolni, hogy mit tudok változtatni az életemen. Rengeteg traumával foglalkozok, ez a munkám, és nagyon sok karmával találkoztam. És nagyon sokszor felteszik azokat a kérdéseket, hogy miért pont én, vagy miért pont velem történtek ezek a traumák. Hát mindenkinek a karmája miatt történtek ezek a dolgok, és ezt nem jó látni, mert hogy ok és okozat az mindig kéz a kézben jár, és a, a áldozatoknak könnyebb lenni. Tehát az áldozatok nagyon könnyen tudják azt mondani, hogy hát igen, én velem ez történt. De arról elfelejtkezünk nagyon sok esetben, hogy ez már egy következmény. Tehát voltam egyszer elkövető is. És életem során a meditációban azt tapasztaltam meg, hogy mikor voltam én elkövető, és mikor voltam én áldozat, mikor ütöttem, és mikor futottam, mikor történtek velem olyan helyzetek, amin legközelebb meg szeretném változtatni, hogy ne történjenek ilyenek velem és hogyan tudom a tudattalanomba a karmámat felülírni gyakorlattal. És ez egy felnőtt szakma. Itt már nincsen másra mutogatás, itt nincsen hangterápia, nincsen vezetett meditáció, itt csak a párna, maga a tér, az idő, és a stb. egy meditációban összetett energia is megjelenhet, és van az, amikor már alig várjuk, hogy vége legyen, ez mindig a pillanattól függ, de megpróbáljuk mindig megtartani, hogy már pedig akkor is egy bizonyos időszakban tartjuk, hogy ha reggel 6 órakor kezdünk, akkor reggel 6 órakor meditálunk, ha csak csütörtökönként 7-től 8-ig, akkor csütörtökön 7-től 8-ig, tehát mindig egy periódust, hogyha beállítunk az életünkben, akkor ez tud úgy segíteni a napi teendőkbe, hogy beállítjuk magunknak, hogy hogyan találjuk meg azt a menedéket, amikor önmagunkhoz tudunk kapcsolódni, és ezeken a dolgokon dolgozni, vagy egyáltalán csak az energiát megér megérezni, hogy milyen ülni, vagy milyen gyakorolni bármilyen formát. Amikor eljöttetek ide, mindig eljött mindenki egy, egy valamilyen célral érkezett el ebbe a térbe. És ö, én is egy célral érkeztem ide, mégpedig ö, egy olyan célral érkeztem el, hogy ö, megmutatom egy kicsit önmagamat, és megmutatom azt, hogy mit, mit tudunk tenni, hogyha van egy szangánk, vagy mi egy közösségünk, és hogyan tudjuk ezt a közösséget támogatni. Ö, én rengeteg közösséget támogatok, ami igazából nem is olyan rengeteg, csak pár darab, de mindig megpróbálom megtalálni azt, amivel valójában tényleg tudom segíteni azt a közeget, és általában a kezem a, ez a segédeszköz. Masszírozok, a számot a kevésbé használom, ezért fura most itt ülnöm, és valami olyasmit adnom a fületeknek, vagy így a tudatotoknak, ami kicsit távol áll tőlem, mert hogy ezek a szavak igazából nem mutatják meg, hogy én valójában milyen vagyok. Mindenki valamit gondol most rólam, de a kezeim sem mutatják meg valójában, hogy ki vagyok, mert hogy ez az egész egy, egy pillanatnak a találkozása sok mindent megmutat abban, hogy most így találkozunk, de mégsem mutatja meg a teljes képet. És e, így vagyok én a gyakorlattal is, hogy egy-egy pillanat nagyon szépen megmutatja, hogy éppen akkor mi van bennem, de nem mutatja meg a teljes képet, hogy valójában az összes meditációm tudná meg átadni, hogy milyen meditálni igazából, de nem tudná azt se átadni, csak az a pillanat, amikor beleülünk és megnézzük, hogy milyen egy-egy gyakorlat. A célok érdekesek, mert hogy amikor kitaláltam, hogy majd beszélgetünk, akkor egy interaktív darma bevezetőt jelent meg a fejemben, hogy megkérdezem, hogy tőletek, hogy milyen céllal jöttek egyáltalán el, és milyen céllal gyakoroltok, mert hogy fura érzés itt ülni, úgyhogy nem kommunikálunk, csak valamiről beszélek, úgyhogy Csongán Szűnyimnek elég fura érzés lehet minden egyes alkalommal darma beszédet tartani, mert hogy olyan érzés, mintha magamba beszélnék, de is látom az embereket, és csendben ülnek, de nem tudunk beszélgetni, és én ehhez vagyok szokva, hogy folyamatosan beszélgetünk, és általában kérdésekkel dolgozok, és most így magamtól kérdezgethetnék, ami egy kicsit így fura érzés, hogy hogyan kérdezek, vagy miről beszéljek. Úgyhogy ezért ez a bevezető igen rövid lesz, mert hogy nem tudok mit kezdeni ebből a helyzettel. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. De ha bárki szívesen megosztaná, hogy miért gyakorol, vagy milyen céllal jön ide, azt nagyon szívesen meghallgatom. Szeretettel várok mindenkit csütörtökönként Pilisvárosváron gyakorolni.